Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, már is mutatjuk, mi mindenről lesz szó ma. A tanintézményekben már fűtenek, a tömbházlakók is kérhetik a fűtésszolgáltatás beindítását. Új helyszínen várja előadásra a gyerekeket a Halvirág Báb Színház, a sérültek napköziének támogatására jótékonysági előadást is tartanak. Gyergyói rangadót rendeznek az országos futszálbajnokság második osztályában. Az Inter Gyergyó az újonc remetei gárdát fogadja. Kérhetik a hőszolgáltatást a tömbházlakók, van, ahol már melegek is a fűtőtestek. A vízszintes fűtéssel rendelkező tömbházakban azok fizetik a lépcsőházi vezetékeken leadott hőt is, akik használják a fűtést. Vannak tömbházak, ahol már kérték a lakók a fűtésszolgáltatás beindítását. A hagyományos fűtésrendszert használó lépcsőházak esetében a lakók felénél többen kell aláírják a kérést. A vízszintes elosztást használók esetében nincs ilyen megszorítás. A törvény értelmében a fűtésszolgáltatás akkor indul el, hivatalosan, illetve akkor köteles a szolgáltató, hogy elindítsa a fűtést, amikor este 6 és reggel 6 óra között az átlaghőmérséklet 10 fok alá süllyed 3 nap egymás után. Mivel még nem értük el ezeket a hőmérsékleteket, de már kellően hideg van mégis, ezért a lakók kérhetik azt, hogy a fűtésszolgáltató indítsa be a fűtést számukra. Itt két kategóriát lehet megkülönböztetni. Azok, akik távhőszolgáltatást kérvényeznek a tömbházlakásokban, ezekben az esetekben írásos kérvényt kellett tenni a kasszánál található ügyfélfogadóba, és ezt az évet a lakók fele plusz egy, de lehetőleg minél többen írják alá és kérvényezik. Ebben az esetben a szolgáltató azonnal elkezdi szolgáltatni a melegvizet a csövekbe számára, ezzel meleget biztosítva a lakásokba. Azoknál, akiknél viszont vízszintes elosztás van, ők is kérvényezhetik, ebben az esetben akár egy személy is kérheti a lépcsőházból, viszont ennek az egy személynek számolnia kell azzal, hogy a lépcsőházban a csöveken keresztül veszteséges ez a rendszer, illetve a modul beindításának a költsége is őt terheli, ez egy körülbelül havi 50-60 lejtöblet költséget jelent majd számára. A város közintézményeiben már beindították a hőszolgáltatást, a gyerekek sem fáznak az iskolákban, óvodákban. A közintézmények, az iskolák már kérvényezték, hogy számukra indítsa el a szolgáltató a fűtésszolgáltatást, ott már teljes erővel melegednek az osztálytermek, és mindenki melegben tanulhat. A számlázás kapcsán a szóvivő elmondta, a májusi melegvízszámlák kibocsátása van folyamatban. A június, július és augusztus hónapokban történt meleg vízfogyasztást egyszerre számlázza majd ki a Gyergyószent Miklós Hőszolgáltató Közszolgáltatás. A szolgáltató közlése értelmében modernizálási munkálatok miatt ismét áramkiesés lesz a Virágnegyed északi oldalán. Pénteken 11 és 14 óra között szünetel majd az áramszolgáltatás, ami a melegvíz szolgáltatást is befolyásolni fogja. A Virágnegyed 40-től 47-esig terjedő számozású, illetve a 49-es tömbházakban a lakók türelmét és megértését kérik. Csík és Gyergyó térségében is folyamatban vannak a megyei utak nyári karbantartási munkálatai. Ezt kátyúzást, sáncásást és takarítást, útpatkavágást, áteresztakarítást, valamint helységeken kívüli kis hidak felújítását, kövezést jelent. Idéntől a kövezett utakat az eddiginél több mennyiségű anyaggal javítják fel, ezért levélben arra kérte a megyei tanács az érintett települések vezetőit, hogy helyi szinten is kövessék a folyamatot, hogy a dokumentációban szereplő anyagmennyiség valóban bedolgozásra kerüljön a munkáltató cég által, és a megszabott határidőn belül minden tervezett munkálat megvalósuljon. Mindkét térségben november 10-e a megyei utak karbantartásának befejezési határideje. Sokak véleménye szerint a munkáltató cég nem használja fel azt az anyagmennyiséget, amit a megyei tanács leszerződött a karbantartó cégekkel. Ezért szeretnénk, ha az idei évtől figyelmesen követnék helyi szinten is a munkafolyamatot. Nagyon fontos, hogy a helyiek is tudják napi szinten ellenőrizni, hogy az ott dolgozó cég valóban bedolgozza-e azt az anyagmennyiséget, amit leszerződött, akkor és ott dolgozik-e, ahol kell.
Ez mindannyiunk munkáját segíti majd, és a polgármesterek is nyugodtabban tudják majd aláírni a kifizetéseket, ha tudják, hogy helyileg is követve volt a munka folyamata. Fogalmazott Borgoly Csaba, a megyei tanács elnöke a téma kapcsán. Csík térségében a megyei utak karbantartását a Gyertyúremetei Weekend Forest Impex Kft. Végzi. Jelenleg Csinód és Szent Márton között dolgoznak, ahol a kövezés befejezése után Csinód úzvölgye felé haladnak az útjavításával. Egyelőre a karbantartás keretében kiássák a sáncokat, megoldják a vízelvezetést. Útgyalulás, valamint ballasztal való feltöltés történik, illetve átereszek és hidak feljavítása is szükséges lesz. Az út megfelelő állapotba tétele több éves folyamatot igényel, ezután kövezésre kerül sor Csiba és Oltfalu között, majd Ajnád és Lóvész szakaszon. Ezt követően Hidegség, Bükhavas, Farkaspalló útszakaszon dolgoznak. Farkaspalló egy elszigetelt település, amelyet az említett megyei úton lehet megközelíteni, fontos, hogy megvalósuljon a karbantartás keretében az út törtkővel való feltöltése, az útgyalulás, a sánc takarítása az akadálymentes vízelvezetés érdekében, és a helyiek könnyebb megélhetése céljából itt is hosszabb felújítási folyamatra lesz majd szükség. A felsoroltak mellett a gyímesekben a dokumentáció szerint két fahídon is kicserélik a megrongálódott elemeket, valamint megjavítják a korlátokat, ez fontos lehet az iskolába igyekvő gyermekek biztonsága érdekében is. Hosszú a szó felé, szintén kövezésre, sánc ásásra és áteresz takarításra kerül sor. A 125-ös jelzésű megyei úton Balánbányán Gyergyószent Miklós felé már megtörtént az út foltozása a 4-es kilométerkőig. Ezt követően jövő hét folyamán Balánbánya városában is sor kerül a kátyúzási munkálatokra. A Csík térségi karbantartási munkálatok során előírt anyagmennyiségek Borbocs Csaba közösségi oldalán érhetők el. Gyergyó térségében a Viadukt Multiplant Kft. Végez karbantartási munkálatokat, befejezték a kátyúzást, és a héten kezdik a megyei utak kövezését. A dokumentáció szerint először a 127-es megyei úton dolgoznak, Tölgyes és Cengellér között. Itt sáncok átereszek takarítására, kövezésre kerül sor. Orotván kövezés, Bélborban pedig patka javítása, átereszek takarítása szerepel. A 174C szakaszon pedig patka és sánc takarítás. Továbbá a 127-es, 127A szakaszon kövezésre, patkavágásra, sánc takarításra kerül sor. Ezen kívül a 126-os úton Vasláb és Újfalu közötti kövezett szakaszon patkavágás és kövezés lesz, Újfalu és Szárhegy között szintén sor kerül karbantartási munkálatokra. A munkáltató a 138-as aszfaltozott úton folytatja, ahol patkavágás és sánctakarítás szerepel. A 153D részen Remete és Várhegy között kövezésre és sánctakarításra kerül sor. A fiatalok körében a legnagyobb a munkanélküliségi arány. A második negyed évben a 24 évnél fiatalabbak 15,4%-ának nem volt állása, írja közleményében az Országos Statisztikai Intézet. A dokumentum szerint az összlakosságot tekintve 4,8% a munkanélküliségi arány, ami 0,7%-kal kevesebb, mint az előző negyed évben. A munkanélküliségi ráta a 15 és 24 év közötti fiatalok körében a legmagasabb, 15,4%-os, állapítja meg a közlemény. Sikeresen működik a Csíkszépvízi Szövetkezet és az általuk működtetett tejfeldolgozó üzem. Három település tejtermelői 2011-ben azt követően döntöttek az összefogás mellett, hogy eltörölték a tejkvótákat. A szépvízi üzem azóta több tíz család számára biztosít megélhetést. Ferenc Szilárd sajtmester a Csíkszépvízi tejfeldolgozó üzem munkafolyamatait mutatja nekünk. A tapasztalt sajtmester azt mondja, a műhely munkatársai jó közösséget alkotnak, a helyiek magukénak érzik a műhelyt és szeretik a termékeiket, amelyek között nem ritka a különlegesség. Ezt a típusú sajtot nem nagyon gyártja senki, mert ezek érlelt sajtok, tehát két hónapnál kezdődik az érlelési idő. Ez egy anyagi terhet jelent annak, aki ezt a típusú sajtot gyártja, mert ugye a pénz áll a sajtba két hónapot vagy két hónapnál többet. A műhely nem csak a helyi szarvasmarha állomány megmentését, hanem a termelők fejlődését is biztosítja, mondja Szakács Vilmos, a Borzsovai Szarvasmarha Tartó Egyesület vezetője.
Mi hordjuk körülbelül a gyárfeldolgozásához körülbelül 40%-át a tejnek. A három falu egyesületeiből van a tejnek a fejvásárlására, és aztán majd a környező településekről is. Már megközelítettük közel a 3000 liter napi feldolgozást, ami egy ideálisabb mennyiség lenne a gyári működésének a szempontjából. A csíkszépvízi sajtműhely helyi boltokban, illetve vásárokon értékesíti termékeit, ugyanakkor más székelyföldi szövetkezetekkel is együttműködik. A kormány tegnapi ülésén 1,8 millió eurós támogatást hagyott jóvá a gazdáknak. A kabinet közleménye szerint ez az összeg fedezi a 2017-es évre a növénytermesztésre kiutalt közvetlen kifizetéseket, az átmeneti támogatásokat és a juh és kecske tenyésztésre kiutalt csatolt támogatásokat. A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség jövő hónap 16-ától kezdi az előlegek kifizetését, december 1-től pedig a hátramaradt összegek elszámolását. A támogatásokat lejben fizetik az Európai Központi Bank október 1-jét megelőző árfolyamán. Új székhelyén tart báb előadást a Halvirág Bábszínház szombaton. Előtte egy nappal a Napsugár az Esőben Egyesület székhelyére hívják azokat, akik számára fontos a napközi működése. Jótékonysági előadás lesz ott. Rendszeresen tartott báb előadásokat a Napsugár az Esőben Egyesület által foglalkoztatott sérültek számára a Halvirág Bábszínház. A bábos csapat fontosnak tartotta, hogy ezek a fiatalok sem maradjanak le az élményről, amit egy vidám hangulatú előadás nyújt. Most jótékonysági előadást tartanak, hogy az anyagi gondokkal küszködő napközi működését elősegítsék. Pénteken délután 16 órától a napközi épületében lesz jótékonysági előadás, a Gyilkostó legendája című bábjátékot adják elő. Szeretettel várják a kicsi és a felnőtt nézőket, adományozókat. Szombaton az Egyesület új székhelyén, a főtéri bábudvarban, azaz a Kobezol üzlet emeletén a világszép nátszál lesz látható. A legújabb báb előadása a gyerekeknek a belépő ötlej, kísérőknek ingyenes. Kérik, hogy a korlátozott helyek száma miatt legkésőbb pénteken 16 óráig jelezzenek a 0756 040 247-es telefonszámon mindazok, akik megtekintenék. A Sportul Studenceszk csapatával mérkőzik a Progim hétvégén. Szombaton 17:30-től, vasárnap 11:30-től kezdődnek a meccsek a Gyergyószent Miklósi műjégpályán. Jegyek ára felnőtteknek 15 lej, gyermekeknek és nyugdíjasoknak 10 lejbe kerül. Először szerveznek gyergyói rangadót az Országos Futszál Bajnokság második osztályában. Pénteken este a Gyergyószárhegyi sportcsarnokban az Intergyergyó a Remetei Kereszthegy csapatát fogadja. Amint arról beszámoltunk, a Remetei Kereszthegy megkapta az induláshoz szükséges engedélyeket, és Buzaúban lejátszották első összecsapásukat az Országos Futszál második ligában. Az Intergyergyó ugyancsak Buzaúban lépett pályára, számukra az már a második mérkőzés volt az idei kiírásban, így a már veteránnak számító interesek talán jobban felvették a bajnokság ritmusát. Pontot egyik csapat sem hozott az elmúlt hétvégén, de mindez most nem számít, ugyanis pénteken este a két gyergyói együttes Szárhegyen néz farkas szemet egymással. A nyár folyamán már találkozott a két csapat egy felkészülési mérkőzés keretén belül, a Remetén lejátszott meccsen végül 4-4-es döntetlen született. Most élesben is összemérhetik erejüket a gyergyói teremfocisok. A papírformát tekintve az Internek áll a zászló, a zöld-narancsok győzelmét azonban előre nem könyvelhetjük el, figyelembe véve, hogy a Kereszthegyet az első osztályban is megfordult, Doltea Alin készíti fel és erősíti is egyben. A Remeteiek soraiban szerepel a korábban első és másodosztályban játszott Kurkó József, de piros mesztölt magára pénteken az Interben is megfordult Nagy Dénes is. Vannak tehát tapasztalt teremfocisok is az újonc csapat soraiban, így mindenképp kiélezett harcra lehet számítani a derbin. Az Inter keretében ezúttal is lesz néhány hiányzó, az ifjabb Nagy Zsolt rendelkezésére álló játékosok ennek ellenére az évek során szerzett tapasztalatot felhasználva szállnak csatába az értékes három pontért.
A pénteken este 6:30-tól kezdődő összecsapásra ezúttal sem kell belépőt fizetni, azonban az Inter urnát helyez ki a bejáratok mellé, amelyben mindenki lehetősége szerint adakozhat. Az összegyűlt adományokat akár csak az előző hazai mérkőzés esetében a gyergyószéki értelmi sérülteket foglalkoztató és fejlesztő intézmény működtetőjének, a Napsugár az esőben egyesületnek ajánlja fel a klub, ugyanis veszélybe került a napközi további működése. A szervezők minden foci kedvelőt szeretettel várnak a gyergyószárhegyi sportcsarnokba. Szezonzáró offroad élménynapot szervez vasárnap október 1-én a Hexán Motorsport. A sportág kedvelőit a szokott helyszínre, az Alfalu határában levő pályára hívják. 6 kategóriában lehet nevezni a versenyre: amatőr, kezdő, illetve haladó endurocross, junior és felnőtt ATV, valamint Jeep kategóriák indulnak. 9:30-11 között lehet nevezni, az első futam 11 órakor indul. A szervezői hozzájárulás 50 lej, ami egy ebédet is tartalmaz. Lássuk röviden, miről volt szó a mai napszemlében. A tanintézményekben már fűtenek, a tömbházlakók is kérhetik a fűtésszolgáltatás beindítását. Új helyszínen várja előadásra a gyerekeket a Hallvirág Báb Színház, a sérültek napköziének támogatására jótékonysági előadást is tartanak. Gyergyói rangadót rendeznek az országos futszálbajnokság második osztályában. Az Inter Gyergyó az újonc remetei gárdát fogadja. Köszönöm, hogy velünk tartottak, számítok Önökre holnap este is, viszontlátásra!